És akkor újra itt vagyunk, az új élet Krisztusban vidéki kurzusokról fogunk beszélgetni, de elsőnek akkor kicsit így magamnak is, hogy még jobban megismerjem, hogy pontosan mi is ez a Szent András evangelizációs iskola. Vendégünk pedig Arm Katalin, a Szent András evangelizációs iskola titkára. Szeretettel üdvözöllek benneteket és a kedves nézőket, köszönöm a meghívást. A Szent András evangelizációs iskolát nem úgy kell elképzelni, mint egy falakból álló hagyományos iskolát, hanem az, a mi elhívásunk arra szól, hogy minden ember megtanuljon evangelizálni. Ez ugye egy ilyen varázsszó, hogy mit jelent evangelizálni. Egyszerűen csak annyit, hogy tanúságot tenni arról, hogy ki számunkra Krisztus. Egyszerűen a hétköznapokban, arról, hogy mit cselekedett az életünkben, arról, hogy hogyan működik Jézus a mai napon is, és hogyan vesz bennünket körbe az ő szeretetével. És ezekhez kapcsolódnak különböző lelki gyakorlataink a mindennapi életből. Először is azzal az új életről, ha már így kérdeztétek. Nem mást hirdetünk, csak az egyszerű kérünkmát, amiről maga Jézus is beszélt, és az apostolok is ezt hirdették, hogy Isten szeret bennünket, de valami elválaszt Istentől, hiszen nem minden nap érezzük ezt a szeretetet. Vannak olyan helyzetek, amikor azt érezzük, hogy sivár az életünk, vagy konkrétan nem jönnek össze a dolgok. Minden olyan szépnek tűnik a másik oldalon. Valahogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de valahogy nálunk semmi nem stimmel. És hogy mi lehet ez a probléma, ami elválaszt bennünket Isten szeretetétől, ez a bűn. Ezután a megváltásról, hogy egyedül Krisztus a megoldás erre a helyzetre, ezt tárjuk a résztvevők elé. És itt jön a fontos kérdés, hogy mi a mi dolgunk ebben a helyzetben, hiszen Krisztus már megváltott bennünket 2000 évvel ezelőtt, de mi a mi dolgunk? Hát az, hogy odafordulunk Jézushoz, és megtérünk az eddigi utunkból, odafordulunk Jézushoz, átadjuk neki az életünket, és ezért ajándékba megkapjuk tőle a Szent Lelket. Itt azt is írjátok, hogyha nem elégedsz meg a vasárnapi kereszténységgel, akkor ez neked is szól, ez a kurzus, amit majd Bonyhádon fogtok tartani. Igen, mit igen. Tapasztaltok, hogy akkor ilyen, most ez csúnya lesz, de hogy vasárnapi keresztények látogatnak el ezekre a kurzusokra, vagy mondjuk gyakorló keresztények? Én azt látom, hogy a világ nagyon szomjas. Szomjas valami többre. Én magam is azt tapasztaltam, hogy eljártam a templomba, meghallgattam a prédikációt, de valami többre vágytam, többre Istenből. És hogyha igazán keresed Istent, akkor ő válaszol, ő teszi meg a nagyobb lépést, te lépsz egy kisebb lépést, és ő egy hatalmasot ugrik eléd, és az ő karjába tudsz tulajdonképpen belevetődni az ő szerető karjaiban. És igen, azt látom, hogy vannak olyanok, akik nem elégszenek meg ezzel a hétköznapi kereszténységgel, vagy a vasárnapi kereszténységgel, hanem szeretnének valami többet Krisztusból, jobban átadni magukat Istennek, és ez egy nagyon jó lehetőség erre. És akkor a cikk ugye arra utal, hogy már vidéken is lesznek kurzusok. Így van. Ebből kifolyólag gondolom, hogy Budapesten már jó ideje van. Mióta vannak ezek a kurzusok, alapvetően milyen érdeklődést látnak ezekre? Több mint 20 éve van Magyarországon a Szent András evangelizációs iskola jelen. Mérföldcsanakon kezdődött az iskola története, de már körülbelül 10-12 éve az országban számos helyen tartunk kurzusokat, vidéken is több helyen. Az egyik fő hadiszállásunk természetesen Budapest, hiszen itt van az irodánk a 11. kerületben. Itt is lesz novemberben új életkurzus, tehát nem csak vidéken, hanem Budapesten is. Úgyhogy erre is szeretettel várjuk a kedves vendégeket, mindazokat, akik szeretnének valami újat, valami többet Krisztusból, és a honlapunkon természetesen az időpontokat és minden információt. Most közben nézők, elárulom, hogy a honlapotokat látják, tehát szuper. Ott többféle kurzussal is meg lehet ismerkedni. Igen, igen, igen. Én még itt az új életről látom, hogy itt vannak kérdések, amiket feltesztek előre, hogy mikre lehet majd megkapni igen, a választ. Motivációs kérdés. Itt olyan is szerepel, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát mondjuk vannak olyanok, akik eljönnek egy-egy kurzusra, akik még tényleg soha életükben nem hallottak Jézusról? Hát ez azért ritka, de vannak elképzeléseink Jézusról. Ugye a hittanon nagyon szép dolgokat hallunk Jézusról, ami természetesen igaz. És a gyermekkori hittannak a tudása
az már valahogy nem elég felnőtt korban. És meg kell ismernünk azt a Jézust, akire felnőttként van szükségünk. Azt a Jézust, aki a barátunk, aki a megváltunk, aki a társunk ezen az úton, és valahogy igen, szükségünk van megismerni őt magát. Hogyan fest egy ilyen kurzus itt iskoláról, evangelizációs iskoláról beszélünk, de mondtad, hogy nem úgy kell elképzelni, mint egy hagyományos iskolát, de gondolom, itt azért előadásokból áll ez a rövid kurzus. Természetesen. Általában egy új életkurzus például egy hétvégés kurzus, péntek estétől vasárnap ebédig tart. Ilyenkor összejövünk, akár egy plébánián, hogyha oda hívnak bennünket, akkor egy tímmel, egy szolgáló csoporttal elmegyünk ezekre a helyekre, oda várjuk a résztvevőket. Péntek délutántól egy ismerkedéssel kezdünk, és természetesen előadások vannak, sok zenével énekelünk. Mi úgy hívjuk, hogy vannak minden előadás végén egy kihívás, egy dinamika, amelyben személyes választ adhatunk a feltett kérdésekre, hogy hogyan viszonyulunk mi most Jézushoz, hogyan viszonyulunk mi most ezekhez a feltett kérdésekhez, és döntésre hívjuk természetesen a résztvevőket. Arról már beszéltünk, hogy hol lesz, ugye ez a legújabb Bonyhádon, mikor lehet, illetve a jelentkezésről már beszéltünk, de hogy pontosan. Igen, Bonyhádon október 20 és 22 között lesz. Ide fiatalokat várunk elsősorban, hiszen van ott egy bonyhádi közösség, amely már évek óta evangelizál, és előkészítette, hogy így mondjam, a talajt mindazok számára, akik többet szeretnének Jézusból, és van lehetőség arra, hogy akár vidékről, vagy más helyekről érkezőket elszállásoljanak, azért korlátozott számban, de ez az első most, ami októberben lesz, Bonyhádon fiatalok számára. A budapesti pedig itt lesz a 11. kerületben, novemberben. Ez a novemberi pedig november 24-26 között lesz a missziós centrumban, a Fehérvári úton. Ide bármilyen korosztályt nagyon szívesen látunk, vidékről is lehet jönni, szállást tudunk nekik biztosítani, úgyhogy péntek délutántól vasárnap ebédig tart a kurzus. A másik, amit kiemelnénk, az pedig üdvösségtörténet kurzus, ez pedig Zalaegerszegen lesz, szintén október 20-án. Ez is egy érdekes téma, ez miről szól? Igen. Mi is az, hogy üdvösségtörténet? Hát az üdvösségtörténet ugye a teremtéstől a Maranatáig tart, a Jézus visszajöveteléig, de leginkább ebben a kurzusban, ez egy biblikus kurzus, mint minden kurzusunk, de természetesen, hogyan viszonyulok én a teremtéshez? Mi az én szerepem? Hol vagyok én jelen ebben? És ezen a hétvégén, vagy egy nappal több, mint egy hétvége, azt nézzük meg, hogy Isten már a teremtésnél és a bűnbeesés után megígéri számunkra a megváltást, megígéri számunkra az üdvösséget, és ezen keresztül végigvezetjük tulajdonképpen a résztvevőket az Ószövetségben, hogy hogyan volt jelen Isten a választott nép történetében, hogyan van jelen az én múltamban, hogyan kapcsolódik Isten az én életem történetéhez, hogyan kapcsolódik az én üdvösségemhez, és hogyan jutok el hozzá majd. Akkor ezek alapján kiknek való ez a kurzus, kiknek ajánlanák, hogy elmenjenek Zalaegerszegre? Mindazoknak, akik szeretnek utazni, természetesen. Akiknek az életében, úgy mondanám, hogy a múltnak a sebei, a múltnak a feldolgozatlansága foglalkoztatja őket, és az, hogy hogyan kapcsolódom én Jézushoz, hogyan kapcsolódom én az üdvösséghez, mi az az üdvösség egyáltalán? Ezekre a kérdésekre ad választ leginkább a kurzus. Itt azért írjátok, hogy neked való ez a kurzus, ha nincs jövőképet, ha nem tudod, miért élsz. Te egy csomó-csomó negatív dolgot felsoroltok, tényleg így rossz olvasni, hogy akkor való neked, hogyha ha keresed az utat, mit vár tőlem Isten. Azért ilyen emberek érkeznek oda, hogyan tudtok ti szólni hozzájuk, vagy hogyan tudtok nekik átadni az örömhírt? Azért ez nagyon nem könnyű feladat. Nézd, én azt gondolom, hogy minden ember küzd ugyanezekkel a kérdésekkel. Lehet, hogy megválaszolja magának, vagy lehet, hogy felteszi egyáltalán a kérdést önmagának, de lehet, hogy nem. És ez mindez rejtve marad. És Isten igéje, ami szól hozzájuk igazán. Tehát nem a mi saját okosságunk, nem a mi pszichológiai történetünk, vagy tanaink, hanem Isten igéje, aki megválaszolja mindezekre a kérdésekre a választ.
hogyan szoktak távozni ezek után, tehát a hétvégék után mik a visszajelzések? Hát felszabadultam, örömmel. Nagyon érdekes számomra egy-egy kurzus előtt, lehetne képet készíteni a előtte és utána. Igen, hogy azok az emberek, akik tényleg reményvesztve érkeznek egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, hogyan találkoznak Istennel, és Isten hogyan tud belépni abba a szituációba, abba az élethelyzetbe, amit ők magukkal hoznak, és hogyan változtatja meg, ad nekik jövőt, reményt, ahogy az üdvösség történetében is jövőt és jövőképet ad Isten az ő igényén keresztül. Tehát a csodát nem mi végezzük, hanem Isten cselekszik ezekben a kurzusokban, ezekben a lelki gyakorlatokban. Szerintem akkor jó lenne a honlapotokra ez az előtte-utána fotó, ez biztos, hogy jó reklámot jelent. Nagyon szépen köszönöm, Kati, hogy itt voltál velünk, hogy egy kicsit beszélhettünk a vidéki kurzusokról Köszönöm szépen számunkra, akit, megtiszteltetés. Akit érdekel, azt pedig látogasson el, látták, mutattuk végig a beszélgetés alatt az újevangelizáció.hu-ra, ott bővebb ismertetőt jelentkezik. Határidőket is megtalál a kurzusokkal kapcsolatban.